forgat, színházba játszik, gyereket nevel, és majd arra is jut ideje, energiája és kedve, hogy zenéjen. Legközelebb például Újpesten, május 1-én, erről is beszélgetek most Gubás Gabival. Köszöntenélek itt a saját színházamban, ezt most nem teszem. Itt beszélgetünk a Thália büféjében, ami a te harmadik olyan színházad, aminek tagja vagy. De már mondjuk ez se friss élmény, tehát ez is már jó pár éves sztori. Te ilyen tip hűséges típus vagy, valahova elmész, akkor kell az neked, hogy ott is maradj egy pár évig? Hogy... Ameddig jó, mindenképpen. Ameddig jó? Igen, tehát ameddig érdemes valahova kötődni, vagy valaki mellett ott maradni, tehát ez minden téren, kapcsolatokban is, és akár ilyenfajta kapcsolatban is, akkor ameddig jó, addig természetesen igen. De könnyen érzed azt mondjuk társulati tagként a színpadon vagy a büfében, hogyha éppen, vagy könnyen tudod azt mondani, éppen már nem megy tovább, akkor könnyen tudsz váltani, könnyen tudsz ennek mondani? Nem erről van szó, azért ez is egy olyan dolog, amikor azt mondja az ember, hogy mérlegel helyzeteket és döntéseket, és azt gondolom nagyon, nagyon ritka az, amikor valóban én is, vagy akár más is azt mondja, hogy elköteleződés, tehát hogy szeretnék egy társulathoz, vagy most ehhez a társulathoz szeretnék tartozni. És azt gondolom, hogy én most jól érzem magam, tehát ez egy jó kis társulat, szeretem, hogy ehhez a társulathoz tartozom, és jó itt társulatot építeni. Mert ez is egyfajta ilyen dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy most jó irányba vagyok. De tök más színházak ezek, mert a Radnotiba szerződtél a főiskola után, aztán Kaposváron voltál, most itt mindegyik teljesen más. Tehát most nem, de mégsem. De mert? Hát meg azt gondolom, hogyha úgy egyébként a színházhoz való viszonyt nézed. Jó, de az rajtad áll, nem? Persze, is. Meg hogy egyáltalán azok az emberek, akikkel együtt vagyunk. Azért szinte olyan, mintha ez a társulat a Radnóti és a Kaposvári társulatból gyúródott volna össze. Tehát nagyon sok kollégám van, akiket már a Radnótiból ismertem. Nagyon sok jött, aki pedig Kaposvárról szintén együtt dolgoztunk, úgyhogy egy kicsit ilyen, bár a nevek és a teátrumok mások, de azért a kollégák ismerősek. Igen, de akkor úgy értem, hogy a színház, nem tudom, színházak szakmai irányai azért mások. Igen. A Radnótinak, Kaposvárnak, egy vidéki színháznak, ráadásul ami azért egy komoly műhely múltra tekint. Igen. Vissza, vagy volt akkor főleg, amikor ott voltál. Igen, tehát annak az volt az ideje, vagy azért is szerettem volna lemenni, hogy azokkal az emberekkel együtt dolgozni, a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez alapon, tehát rengeteg olyan művésszel nem dolgoztam, rendezőkkel, kollégákkal, akiket értékesnek tartottam, és szerettem volna együtt dolgozni velük, úgyhogy amikor a Babarci engem hívott, akkor én boldogan mondtam igen, és még gyerekem sem volt, tehát még nem születtek meg a gyerekeim, úgyhogy belefért az életembe az, hogy 180 kilométert leutazzak egy színházi élményért, vagy próbáért, vagy előadásért. 3 évig voltam ott lent, Kaposvárot, úgyhogy, de amikor már állapotos lettem, akkor mérlegelnem kellett, és azt mondtam, hogy akkor inkább fent keresek helyet és munkát, és akkor még pár évig szabadúztam, vagy maradtam otthon. Jó, de szerinted tehát ezek döntés kérdései, vagy élethelyzet kérdései? Igen, mikor, mire van az embernek szüksége? Nekem akkor, amikor a Radnótiból eljöttem, arra volt szüksége, hogy minél több fajta emberrel és társulattal találkozzak, és impulzusok érjenek. Tehát döntés kérdése? Döntés kérdése, én azt gondolom, és élethelyzet. Tehát mind a kettő benne van, fele-fele. Jó, de akkor mert ez egy tök megnyugtató dolog lehet, hogy valahova elkerülsz, valahogy döntesz, vagy az élet egy olyan helyzetet, hogy döntesz, és akkor azt mondod, hogy igen, ennek így kellett lennie. És ez egy megnyugtató lelki állapot lehet, hogyha te ebben élsz, vagy ebben hiszel. Hát azt gondolom, igen. Tehát, hogy ha van lehetőséged, inkább úgy mondom, hogy dönthess és választhatsz, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát, és ha nincs, csak úgy alakul, akkor is bele tudsz nyugodni, vagy akkor is el tudsz fogadnia? Hála Istennek ilyen nem volt ugye az életemben, hogy nem választhattam, vagy nem dönthettem. Úgyhogy úgy alakítottam, vagy úgy alakult a helyzet, hogy mindig volt alternatíva, amiből választhatok, és amerre fele mehetek. Úgyhogy ez a fajta szabadságom megvolt. Egyébként, amikor egyeztettük az interjút, azért beszéltünk egy pár szor, hogy hol legyen, mikor legyen, és most, amikor ide érkeztél a Thaliába, akkor hát így éppek, hogy leestél, és kérdeztem, hogy mennyire siettél, vagy ilyen mozgalmas a napod, és mondtad, hogy ez csak egy átlag, egy szürke szem. Én azt gondolom, hogy egy kicsit más fordulatszámot vett az életem, mióta a gyerekeim vannak, más a rangsor, és ezáltal más a, tehát a fontossági sorrend, azért lényegében ők
ők határozzák meg az életemet, napjaimat, mint a munkám mellett, természetesen, amit muszáj, de azért megpróbálom hozzájuk igazítani. Amennyiben van választásom és döntésem, akkor inkább ezt preferálom. Igen. Akkor ezt preferálom, hogy amikor csak lehet, azért velük legyek, vagy mellettük legyek. És ezáltal nem kérdés, hogy sok-sok mindenre kevesebb idő maradt, tehát futással telik egyébként a nélkülük töltött idő. Úgyhogy, tehát külön joggingolásra nincs szükséged, mert ez egy állandó része. Hát, vagy legalábbis feltuningol, tehát ilyen szempontból karban vagyok tartva, igen. Jó, de tudsz ilyenkor kapcsolni, hogy ilyen nagy rohanásból, anyaságból, úristen, hogy persze ma színpadon leszek? Igen, ez most egy kicsit így, ez talán még így izgat is, vagy hogy mondjam, egy kihívás, hogy ennyi mindenfajta dolgot csinálni, és ott lenni mindig agyban, amikor ott kell legyek. Nyilván kimerítő, de megvannak azok a periódusok, amikor töltekezni tudok, tehát azért ezt nem lehet végtelenségig csinálni, meg nem is érdemes, meg kell maradni, ahogy a férjem mondja, az arany középúton. Ja. Amikor az ember tényleg nem visz semmit a végletekben. Ja. Ez vagyis nem furcsa, csak nyilván egy férfi ezt kevéssé tudja, hogyha egy nő anya lesz, persze a férfinak is megváltozik az élete, de hogy egy nő anya lesz, akkor azért a munkáját is sok esetben oda kell igazítani, és teljesen más energiái lesznek. És bármennyire vagy fáradt, most nem, ezt nem udvarlásban vagy bonkolásban mondom, ilyen teljesen kisimult, rendben lévő nő ül itt előttem. Mert úgy van, hogy alapvetően rendben vagyok, tehát megvan az a fajta harmónia, ami azt sugallja, hogy van egy sziget, ahova hazamehetek, ahol töltekezhetek, minden más, amit csinálok egyébként, azt meg tudom csinálni, mert van energiám, mert van hol. Megvan az a nyugalom, az a harmónia, ami egyébként ahhoz kell, hogy ezt a pörgős életet tudjam vinni. Úgyhogy igen, ez valószínűleg onnan van, hogy ez a családi háttér, ez a biztonság, ami megvan, és hála Istennek. Tehát tudod, hol az egy, hol van az alap, hogy mindent ahhoz képest lehet csinálni. Igen, igen, igen. Hogy mondtad, hogy amikor Kaposvára mentél, például vagy a szabadúszó lettél, akkor kihívásokra vágytál, új kollégákkal, új rendezőkkel akartál dolgozni. Most már itt vagy egy pár éve, és azért ennek a színháznak van egy felvállalt célja, hogy szórakoztasson, még ha igényesen is, meg szórakoztasson, de szórakoztasson. Te ezt élvezed, ezt a fajta szórakoztató színházi szerepen? Nem hiányzik azért egy szemhunyorgatós Csehov, másenka. Csináltam olyat is. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye a Táliának elég sok színpada van, például az Arizona, például az új színház, vagy a új színpad, illetve a mikroszínpad, ami majd nem sokára átépítésre kerül, és Tália téli kert lesz. Úgyhogy megvannak azok a játszóhelyek, ahol például sokkal fajsúlyosabb dolgokat tudunk játszani. Például a Koltai Robival csinálok egy Kreutzer szonáta alapján átírt végállomást, amit a Pétörök Fruzsina csinált. Ezt a kis színpadon, tehát a volt mikroszkóp színpadon, mikroszínpadon, most már Tália mikroszínpad, és szintén egy nagyon jó jelenetek két házasságból, amit szintén a Koltai Robival csinálok, szintén ott tudok töltekezni egy ilyen fajta műfajban is, ami valóban nem igényes szórakoztatás, de mégis másképpen. Tehát amikor katarzis színházat csinálunk, és nem a nevetés által, hanem a sírás által. Egy másfajta katarzis. Tehát ez a fajta kettősség meg lehet az életemben, tehát bármennyire nem hangzatos, de ezért csinálunk. Mm-hmm. Tehát megvan a lehetőségünk a kis színpadon, hogy művészkedjünk, és sőt, törekszik is erre a színház, de azt gondolom, hogy meg kellett teremteni azt, hogy egyszer bevonzuk a közönséget csináljunk, tehát ezzel a politikával abszolút egyetértek, és azt a fajta igényes színházat, szórakoztató színházat, azt gondolom, pár éve eltölti, tehát tizenakárhány éve vagyok, már nem számoltam utána a színpadon, tényleg mindenhol eléggé utolértek ezek a mély, fajsúlyosabb szerepek is, de azt gondolom, hogy igényesen szórakoztatni igenis nagyon kemény dolog.
Tehát, hogyha valaki ezt tudja... Én nem is kérdőjeleztem ezt meg. Nem, csak nagyon érdekes, hogy az emberek nem gondolják, hogy ez mekkora tudás, vagy mekkora alázatot, vagy mekkora pontosságot, mekkora... Nagyon sok mindent, hogy tényleg nagyon sok ritmus és egyáltalán tehát profizmust igényel, hogy valóban olyan legyen az a színház, hogy az igényes szórakoztatás legyen. Tehát én nem gondoltam, hogy mondjuk ennyire nehéz játszani egy ilyen fajta színházat, de most meg már nagyon élvezem, mert ez kimaradt az életemből, tudod? Tehát akkor megint ott vagyunk, hogy ott vagyok ellenben. Hát most igen, tehát hogy mindig azt figyelem, hogy mi az, amiben voltam már megtapasztaltam, és mi az, amit még lehet, mert hiszen azért lettem színésznő, hogy mennyi mindenféle dolog történhet az emberrel, és nem Gubás Gabiként, csak Gubás Gabiként élek, hanem sokfajta szerepet eljátszhatok, és ez egy új szegmense volt az életemnek, amit nem próbáltam, vagy kevésbé próbáltam, de Kaposvárot is azért csináltunk ilyenfajta színházat. Bolhafülben például Mohácsival, de nyilván más a rendező, de a törekvés ugyanaz más a stíl, más a stíl, de ugyanaz a szórakoztatás, az igényes szórakoztatás, tehát vagy elgondolkodtatás. Hogy ezt nagyon lefordítsam, vagy így megpróbáljam lefordítani, tehát például elmondhatsz egy poént a színpadon, de ha lehet, hogyha rossz ritmusban mondod, rosszkor mondod, akkor a jó poénon se biztos, hogy nevetnek. Ez egy szakma, amit szintén meg kell tanulni, és hogyha nem tanították meg a főiskolán, mert nem volt olyan alkalom, vagy nem volt olyan kurzus, ahol ezt mondjuk megtanítsák, hogy kell jól poént mondani, akkor a nagyöregektől el lehet lesni. Úgyhogy itt azért vannak olyan nagyöregek, akiktől ezeket remekül lehet tanulni, Molnár Piroska, Szombati Gyuszi bácsi. De poénok nagymesterei. És hát én azt gondolom, hogy ez borzaszt, számomra nagyon jó, mert ez a színház, ez a fajta ilyen nevetetős színház tényleg kimaradt az életemből eddig. Említetted a Koltait, meg említetted a Mohácsit, hogy néztem amúgy elég sok előadásodat. Nagyon sok kaposvári név, ugye? Igen, nagyon sok kaposvári név. Básti Júli annó, ő meg a annó, amikor a Centrál Színházba játszottam. Igen. Sok kaposvári név visszajön, de azért azt is lehet látni, bár nyilván nem olyan nagy ez a szakma, de hogy a rendezőid állandóan visszatérnek. Tehát, hogy több ilyen is van, a Mohácsi, Jordán, igen. Balikó Tamás, igen, sok akikre újra is újra számítanak. Gondolom, igen, mondjuk most már a Tamás nagy színfájdalmamra ugye nem, de hogy akikkel az ember jól dolgozik, azokat boldogan vállalom el, hogyha ráérek nyilván azokat a felkéréseket, amikor... Mert ez is egyfajta kémia? Persze. Mint a színház között, vagy magánéletben. Az egész élet kémia. Úgyhogy a színház kár, sincs... Kár, megbuktam belőle. Úgyhogy a színház sincs másképpen, sőt a rendezés sem. Tehát ott is kell valahogy egy hullámhozra kerülni, hogy értsük egymást, hogy mit akar a másik, és azt én véghez tudjam vinni. De ez egy feltétlen bizalom kell, ez olyan, mint amikor bekötöd a szemedet, és azt mondod, hogy igen, gondolom, hogy mire gondolsz, és vezess akkor, és csináljuk. Mert van, amikor teljesen nulláról kell kezdeni az egész szerepet, mert arról szól, hogy nincs hasonlóság, legfeljebb csak egy kis pont, de ő akkor vezet engem, és akkor én nekem azt mondom, hogy igen, megvan az a bizalmam, hogy átengedjem a vezetést. Aha. Azért az elég erősen megfigyelhető manapság is, hogy aki nincs a tévében, az sokszor nincs, vagy olyan, mint nem lenne. Bár ez nem biztos, hogy ilyen létre van a színészeknek szüksége, de neked is voltak ilyen jellegű, hogy is mondjam, népszerűségi felzúdulásaid a Kalózokkal, vagy pedig most a vállótársakkal, ami nyilván nagyon-nagyon sok embert érdekel, sok ember nézte, és ezért egy kicsit reflektorfénybe kerülsz. De én például, most azért jutott eszembe, abban sokat fogok beszélni, pont a Balsai Mónival csináltam egy interjút, szintén a vállótársakban játszott, és ő neki például egyáltalán nem szerette ezt a fajta környülállást, hogy ez mivel jár, interjúkkal, eseményekkel. És kicsit én rajtad is azt érzem, de mondd, hogy tévedek, hogy neked se, szakmádnak nem az a kedvenc része, vagy nem az a kedvenc része a fontos, nem ez a célja, mert hogyha valóban ez lenne, akkor minden nap folyhatnék a csapból, de nem ezt választottam, vagy részemről az volt a törekvés, tehát ez csak egy... Ez nem lehet célja, ez csak egy hozamodványa az én munkám során, hogy ismerté leszek, de nem ezt tűztem ki célul, azt tűztem ki, hogy minél több fajta dolgot egyszer csak megtudjak önmagamról. Tehát ez a szakmád velejárója, azt mondom. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy egyszer-egyszer bekerül az ember egy híresebb filmbe, vagy egy sorozatba, amikor természetesen vagy először megismerik, vagy újra föltűnik, amit te is mondtál, de engem nem...
nem tört meg az, hogy, hogy nem vagyok nap, mint nap, vagy, vagy esetleg voltak-e, ahogy te fogalmaztál, hullámvölgyek kívülállóként. Nekem ez nem hullámvölgy, értem, ismertség, igen, ismertségi hullámvölgyek. Szóval nem, mert hogyha ez megtört volna, akkor nyilván nem így csinálom, hanem akkor ott vagyok. De nekem pont az volt a lényeg, hogy minél többet, ahogy az előbb is fogalmaztam, tudjak meg önmagamról, mert minden egyes szerep által kicsit közelebb kerülök egy önismeret, tehát közelebb kerülök önmagamhoz. De komoly, mire vagyok? Ez egy ilyen terápia? Terápia. Ez tényleg? A legjobb szó. Effektív, én erre jöttem rá, tehát hogy egy beteg ember lennék, hogyha nem tudnék játszani. Én nagyon sok mindent nem bírok feldolgozni az életben, csak úgy, hogyha ki tudom játszani. Nagyon sok ezek a túlzásos akár állapotok, tehát az öröm, a bánata, olyan tragédia, amit mindenki, igen, tehát amit mindenki, mert emberek vagyunk, és ezért élünk, hogy ezeket megéljük. De én nekem ehhez kell, hogy valamit segítsen feldolgozni, hogy ne betegítsen meg, hogy így harmóniába legyek önmagammal, hogy így nézek ki, ahogy kinézek, hogy ezt sugározzam, ahogy kinézek, hogy le tudjam adni azokat, amik egyébként lehet, hogy sokáig, hogyha gyülemlik, és azt mondom, hogy nem bírom az édesapám halálát feldolgozni, mert megtörtént, akkor egyszer csak azt mondom, hogy beteg leszek tőle. De hogyha van egy szerep, amiben ezt el tudom mondani, ki tudom adni magamból, és le tudom egy olyan helyre rakni, hogy ezzel megbékéltem, akkor ez nekem terápia. Tehát, hogy nekem ez erről szól. Úgyhogy ez a fontos. Nekem ez a fontos, hogy meggyógyítsam magam, vagy élni tudjak az életben, és ehhez kell a játék. Jó, de ezt a részét, a játéknak ezt a részét, vagy a vágynak ezt a részét, hogy te színpadon akarsz állni 10 évesen, amikor te tudtad, mert sokan elmondtad, hogy neked nem volt kérdés az, hogy te színészt, hogy már akkor is érezted ezt a részét? Hát azt éreztem, hogy ez nekem jó. Hogy jobban tudok kommunikálni az emberekkel, mint hogyha egyébként megkérdeznek. Most ez egy helyzet, hogy te most kérdezel tőlem, és viszonylag én nyílt vagyok, de amikor korábban, én ezt fiatalabb koromban eléggé zárkozott típus vagyok. Tehát mondták, hogy megvan bennem ez a kettőség, hogy nem nagyon szeretek beszélgetni, vagy jobban mondom, hogy szeretek beszélgetni, csak nem, megnyílni nem szeretek. Pláne egy idegen embernek. Igen, de ezt a helyzetet már el tudtam fogadni, sőt kezelem, sőt így tudok kommunikálni jobban. Igen. Tehát, és azt gondolom, hogy akkor is ezt figyeltem meg, hogy ez nekem jó, jobban tudom magam kifejezni, megértetni, és az emberek is jobban megértenek, és elfogadják azt, hogy én miért vagyok olyan egyébként, amit sok esetben nem tudtak elfogadni, hogy miért vagyok zárkózott. Igen, sok minden, emlékszem, hogy régebben volt belőle problémám, hogy esetleg gőgösnek gondoltak, vagy bárminek, tehát mindenfajta dolognak, pedig holott csak volt egyfajta olyan zárkózottság, amihez nekem kellett az, hogy... Ilyen szép lány, aki kívül áll, nem szólal. Igen, meg. És akkor aki, igen, talán nem lehet hozzá közelíteni, vagy igen. Pedig nem, egyszerűen megvolt ez a fajta... Nem volt meg ez a csatorna, ami már nyilván kiépült, meg ezt az egészet tudtam kezelni, de nagyon sok mindenben nekem a színház segített. Tehát én ezt mondtam is régebben több riportban is, hogy velem hamarabb történtek meg a dolgok a színpadon. Igen, az valóban. Mint az életben. Tehát, hogy az, hogy 18 évesen felvettek, és nekem más problémákkal kellett megküzdenem, mint akik 23 évesen ott voltak, tehát nekem még gondot jelentett mondjuk az, hogy most színpadon csókolózzak, másoknak egész más történetük volt akkor abban az életfázisban. Tehát nagyon sok mindenben azt éreztem, hogy én inkább bezárkózom, és akkor úgy el vagyok, és akkor majd valahogy megpróbálom a csatornáimat kiépíteni. Aztán valahogy sikerült, ez így. Igen, de azért bárhonnan kerülgetjük, és akkor ugye azt mondjuk, hogy persze színészet is egy szakma, ami az asztal is egy szakma, csak éppen az asztalos kevéssé dicsérik meg, hogy csinál egy szép asztal. De azért, amit mondasz, vagy ahogy mondjuk te megélsz a színpadon dolgokat, akár először, azt az asztalos azért nem éri meg, tehát ezért mégiscsak egyfajta kettős lét ez a színészet ilyen értelemben. Igen, de gondolom, hogy az asztalos... Fölveszel egy ruhát, és igen. Tök más lesz. Gondolom, az asztalos a kantáros nadrágjában nem lesz, nem persze, biztos, hogy más lesz. Az asztalosnak, amikor művészet, tehát az is művészet, amikor alkot valamit. Egyetértek, abszolút. Én azt gondolom, hogy a csírája az ugyanaz. Az más kérdés, hogy a festőnek is ugye más, de ahogy alkot, amiben bele tudja adni önmagát, egy picit mindig belead mindenki, hogyha igazából szereti, amit csinál. Ha.
akkor bele kell adnia, mert arról szól a dolog, azért szeret, és azért vissza is kapja rögtön. Tehát azt, amit beletol energiát, ez ennyire egyszerű, vissza is kapja. Tehát nem merít le soha ez a fajta munka. Van, ami sokszor lemerít, de nem ez a típusú munka. Tehát ezért tudom sokáig csinálni akár ezt, mert szeretem, amit csinálok. Abból meg már sportot üzök, hogy ennyi fajtát, vagy félét mondjuk esetleg egy nap. Tehát azért, amikor külföldi színészekkel beszélgetünk, és megtudják, hogy mi van, amikor egy nap háromfajta szerepet is bírunk játszani, hogy reggel egy gyerek darabban, vagy egy gyerekkoncertben, mint amit május 1-én is fogok csinálni, és akkor délután elmegyek egy egészen más szerepet próbálni, és este meg egy Csehovba lépek fel. És esetleg forgatsz is egy kicsit. És este utána még elvisznek forgatni, vagy esetleg énekelek a zenekarommal. Tehát, hogy ez ilyen... Valóban ilyen kicsit extrém, de már úgy... Kicsit skizó. Kicsit igen, de különben meg ugye nekem meg ez most jelen pillanatban ez a kihívás, vagy ez, ami úgy egy kicsit így, na akkor lássuk, hogy ezt, igen, hogy ezt megtudjuk. De akkor nincs benned olyasmi, hogy fú, ezt kéne eljátszanom, meg fú, ezt kéne eljátszanom, vagy olyan, hogy ezt például miért én kaptam ezt a szerepet? Nem, azt megfejtem, tehát ebben hiszek egyébként, hogy mindig minden van valamiért, tehát nincsenek véletlenek. Azt a szerepet akkor nekem kell eljátszani, és akkor fejtsük meg, hogy miért, mi az, amit nekem kell abból a szerepből megtudni, vagy megtanulni. Úgyhogy nem, azt arról már letettem. Bizonyos szempontból ez egy tudatos döntés volt, hogy én sírjak, vagy ácsingózzak bármiféle szerep után, amit esetleg nem játszottam, mert annak nincs értelme, az csak megint megbetegítem magam, aminek nincs hozamaványa. Inkább megpróbálok arra koncentrálni, ami eddig megvolt, és ami lesz, vagy lehet. Úgyhogy abból a legtöbbet és a legjobbat kihozni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz munka. Tehát nem azt mondom, hogy ez így jön, mert ez tudatosság, ez a figyelés, ez a sok minden, amit egyébként a szerepek által én megtanultam önmagamról, ez az önkontroll, az önfigyelés, az önismeret, a stb. Már vitt olyan szintre, hogy én ezt gyakorlattal meg tudtam oldani az életemben, hogy kizárjam azt a fajta sóvárgást, vagy azt a fajta érzést, hogy esetleg azon tűnődjek, hogy miért nem játszottam ezt, vagy miért nem azt. Inkább arra fókuszálok, amik vannak, vagy amik lehetnek, vagy amik jelen pillanatban. Ha ott nem kapok örömet abban a helyzetben, mindig találok. A nap bármelyik szakában megtalálom azt az örömforrást, ami aznapra elég, hogy azt a sok energiát, amit esetleg kiadtam, azt ugyanúgy vissza is kap. Igen. Sokat beszélsz az erről az egyensúlyról, a harmóniáról, a stresszed, vagy a stressz, meg az idegeskedés, meg a rossz élethelyzetek és az egészség kapcsolatáról. Hát a párom az természetgyógyász, tehát ő természetgyógyász, nagyon tehát sok mindentől. Ebben éltek akkor azért. Igen, tehát ő nagyon sok mindent tudott nekem tudatosan mondani, amit, tehát én tudat alatt tudtam, de azáltal, hogy ő nekem elmondta, így már tudatosságra tudtam emelni, vagy sok, tehát nagyon sok praktika, meg olyan dolog van, ami segít nekem ebben, hogy így éljem az életemet. És ez nem jelenti azt, hogy én nem vagyok depressziós, fáradt, vagy ez azt jelenti, hogy nem maradok benne, tehát nem sokáig vagyok benne, tehát nem az arról szólnak az éveim, heteim, napjaim, de vagyok ezekben az állapotok. Igen, nem tudod kikerülni, nem tudod elkerülni. Ezt szoktam mondani, hogy én is ugyanúgy emberként élem meg a helyzetet, nem, csak van egy jó mérlegem, aminek tényleg van egy nagyon jó nyelve, ami le van fixálva erősen, és ha ki is leng jobbra-balra, tehát mindenféle szélsőséges állapotokba, hamar visszatalál a középre, nem marad benne, nem maradott abban se az örömben, mert ezek mind végletek, azok mind önállítások, hanem egyszer csak újra visszatalálok abba, hogy mire kell fókuszálnom. Vagy... De sokszor mondják neked, hogy mi van neked, sosem semmi bajod? Azért... Nem, ezt mondják, amit te is mondtál, hogy belőlem árad egy ilyen fajta nyugalom, vagy harmónia, vagy kiegyensúlyozottság, és azt gondolom, hogy ez ennek a tudatosságnak a része, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, meg vagyok, jól vagyok, azt, ami körülöttem van, azt szeretem, és feltölt, és ennyi. Igen, de mondjuk sok mindent is csinálsz eleve, így kezdtük, tehát nyilván teljesen más a vállótársakat forgatni, mint egy gyerekkoncertet csinálni. De akkor gondolom, te azért csinálsz gyerekkoncertet, mert igényed van rá, hogy csinálj. Persze, hogyne. Hát a gyerekek a
isteni. És ezt mondod egyébként, hogy isteni. Igen. Május 1-e. Szóval isteni, mióta ugye gyerekeim vannak, előtte nem volt lehetőségem gyerekeknek játszani, semmiféle gyerekprojektben nem voltam benne. De valahogy, ahogy ők belecsöppentek az életembe, úgy a színház is ezáltal, tehát a gyerekszínház is, gyerekkoncertek, gyerekfellépések, és ennek nagyon hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy ők még igazán tiszták, olyan érdek nélküli közönség, akiknek ha valami nem tetszik, akkor nem tetszik. Ha valami nagyon tetszik, akkor meg iszonyú energiát kapsz tőlük. Tehát nagyon-nagyon fel tud tölteni egy ilyen fajta... Hát nem álságosak, nem hazudnak. Nem, pontosan. És ugyanakkor meg rengeteg sok szakmai tapasztalatot kaptam, hogy lehet egy gyerekközönséget lekötni. Aha. Tehát mint egy zsákból. De ezzel magadra bérzenek a rával? Hogyne. Aha. Hogyne. Hát én rajtuk teszteltem magamat is, mindent, és a gyerekeim is segítettek ezt ebben. Ezt mondtam, hogy a gyerekeit hallgatják ezeket? Hogyne, el is kísértek, meg el is kísérnek, és el is mondják a véleményüket. Már elég nagyok hozzá, úgyhogy persze. De alapvetően meg ezt úgy kezdtük, hogy amikor Attila ilyen pár hónapos volt, ugye akkor ismerkedtem meg a Pálffy Zsolttal, aki belerángatott ebbe, és azóta végül is jó barátságban vagyunk, és nem csak gyerekeknek zenélünk, hanem azóta már van egy felnőtt zenekar is, ami felnőtteknek szóló a zenekar, inkább az Éjszakai Nesz, aminek egyébként a tesóm adta a nevét. Úgyhogy, és ez bossanova zenéket játszunk, és verseses, tehát hogy versek és a bossanova, ami együtt van. De lemez is van ebben már. Még nincs, csak szeretnénk. Csak igen, gyereklemez van, több is, három. Igen. De a Zsolttal ugye most készülődünk erre. Nincs lemez, csak turnét csinálunk, mert nyertünk a pályázaton, úgyhogy indulunk a Szabad-e a tested este, bossanova este. De akkor a zene fontos neked? Aha. Tehát nem csak az, hogy gyerekeknek zenei, hanem az, hogy énekelni. Igen, tehát azt gondolom, hogy amit mondtam, hogy kimaradt az életemből, azt most támadást készítve nem csináltam ilyet, de úgy önkéntelenül is azt éreztem, hogy ez jó, hogy visszacsempéződött. Mert nem mindig van lehetőség az embernek prózai színészként énekelni, vagy táncolni. Itt nem itt is, vagy verselni. Volt is azért. Volt, persze. Nyilván operettet kell játszani. De a Radnótiba nyilván nem lehetett ezt a fajta dolgot kiélni, mondjuk. Úgyhogy így megtalálnak most már ezek a kihívások is, és ennek örülök. Visszajelzésről beszéltél, ezeket van a kezdenem, hogy gratulok a Jászai díjat, az, ami azért elég friss. Köszönöm. Ugye nagyon nehéz a díjról kérdezni, zárjuk ki a milyen érzést kezdeti badarságot, de ez például fontos neked, hogy legyen ilyen jellegű díjszerű visszajelzés, mint egy Jászai díj? Hogy mondjam úgy, hogy ne sértsek meg sem. Nem. Csak pontosan akartam fogalmazni, mert azt gondolom, hogy ha a szakma adja, és tényleg az a fajta dolog van mögötte, hogy mindenki, amikor azt mondja, hogy rég megérdemelted, akkor jól esik. De hogyha ez nyilván egy olyan díj lett volna, aminek nincs köze ahhoz, hogy mit csinálok, vagy miért vagyok a szakmámhoz, igen, akkor kevésbé fontos. Igen. De most az előbbi volt. Igen, hogy... természetes, tehát hogy ez erről szólt, igen, hogy a szakmai díj, tehát hogy ez nyilvánvalóan fontos, és jól esik valóban, igen. És mi fog jól esni a gyerekeknek a május 1-i újpesti koncerteteken? Mi lesz? Hát nagyon örülünk, hogy ismét felléphetünk, úgyhogy megyünk, énekelünk biomesét, és rendkívül csillogó szemekkel mi is ott fogunk állni, és ezeket a csillogásokat reméljük, hogy vissza fogjuk kapni a gyerekek szemében is, de általában így szokott lenni, úgyhogy hát akkor így lesz, így legyen. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.